A Mucsiban található Szent István király római katolikus templom 1783-ban épült fel, részben a török rombolás után megmaradt ősi templom anyagából. A templom érdekessége a főoltár alatti üvegfülke, amelyben egy világszerte egyedülálló erekje látható napjainkban is, a keresztény vértanú Valerius Felicianus viasszal bevont csontváza. Egy római katona, aki hát úgy került ide, hogy Apany Antal második. Rómában, Vatikánban járva 1820 és 26 között, mivel ő nagykövet volt Vatikánban, a 12. Leó pápa ajándékozta ezt a római katonát. Az erekjét második Aponyi Antal 1833-ban hozatta mai őrzési helyére a Mucsi templomba. Ebben látszik meg, hogy mennyire fontos volt, milyen barátság kötődött, vagy köttetett a Vatikánba, tehát a úgymond a követ és a pápa között. És hát én azt hiszem, hogy ezért ilyen híres a Mucsi templom. De ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a templom 1782 és 83 között épült fel, és ezt az édesapja építette, gróf Apany Antal. Nem is ide készült volna ez a szobor, vagyis inkább azt mondani, ez a katona, a római katona, hanem a lengyeli templomba. A hírek szerint azért, mert hát ugye ott van a székhelye az apani grófnak, és hát az lett volna, hogy oda kerül, de mivel olyan kicsi volt az oltár, hogy oda nem fért el, ezért idehozták, de itt is, amikor 1833-ban idehozták ebbe a templomba, akkor tudnunk kell, hogy nem itt volt a helye, hanem itt a Mária oltárnál. Utána alakították ki ezt a helyet, attól most már megtalálhatjuk a főoltár alatt. A Mucsi templomot és különleges erekjéjét kevesen ismerik. Nem alakult ki ennek a katonának a kultusza itt Magyarországon. Nagyon kevesen tudják ezt, hogy itt megtalálható a Mucsi templomba. A csontokat elhozták egy külön koporsóba, és úgy lett utána beöltöztetve viaszba természetesen. A római díszes katonaruhát viselő vértanú erekjéjét és a gyönyörű templomot bárki megtekintheti egyeztetés után.